Mindkét játékos megérkezett tehát a színpadra, Párletti egy kicsit több időt fecsérelt el azzal, hogy mindenkinek kihozzon egy-egy pacsit, Bétensz egy kicsit jobb ütemben érkezett, de itt vannak most már mind a ketten, gyorsan ismerkedjünk meg velük, Andy Bétensz tehát 33 esztendős belga játékos, 17. kiemelt, és a jelenlegi ranglista helyezése is megegyezik ezzel. 2018-ban egy akkori BDO világbajnokságon járt, és negyed döntős volt, Scott Waits ellen veszítette el azt a mérkőzését. Van összesen 7 torna győzelme pályafutása során, legutóbb egy esztendővel ezelőtt a Cseh Open-t, valamint a Katalónia Open-t nyerte meg, stabilan 100 pont körüli átlagokra képes, a beceneve a The Beast, vagyis a szörnyetek. Meglátjuk majd, hogy ez a dobó formájára mennyire igaz ez a jófaján elrettentő jelző. Dave Parletti az ellenfél, az építész, ahogy a beceneve mondja, 38 esztendős, tehát 5 évvel tapasztaltabb, mint az ellenfél a világranglistán pillanatnyilag. 47. helyet foglalja el. Ő már a 48 között kezdett, Sean McDonaldot győzte le 2-1-re. Egy igencsak meggyőző 88,5 pontos átlaggal. Összesen 6 győzelme van a pályafutása során. 2019-ben nyert legutóbb Romanian Classicot, valamint Welsh Opent. Ami pedig a világbajnoki tapasztalatát illeti. Nos, nem csak ezen a mérkőzésen, erre a mérkőzésre érkezett úgy, hogy erre a tornáról van már több tapasztalata, mint Bétensznek. Ben egy 140, hanem járt már kétszer akkori még BDO világbajnokságon, 19-ben és 2020-ban mindkétszer egyaránt a 32 között szenvedett vereséget, tehát ugyanebben a stádiumban, ahol most jár, már kétszer eljutott. 60-as Bétensz dobása, ő kezdte a leget. Szektorhiba a Párlettitől. Meg még egy. Ez csak 26 pont. Százas Bétensztől. Lejön kiszállóra a belga. Megint szektorhiba. Egy újabb Párlettitől. És itt egymás után kétszer találta az ötöst, illetve háromszor az ötöst, egyszer az egyest. Sokba kerülhet, tripla 20 megvan. A tripla 17 már nincs. Visszadob tripla 20-ra. 137 a dobás. 24 a maradék. Úgy tűnik, hogy könnyűszerrel hozhatja a kezdését Andy Bétensz. Ez fölötte van. Az is. Harmadik nyilat leejti. De nem jön ki a ritmusból, mert a harmadik nyilat végül is bevágja a dupla 12-be. Hozza tehát a kezdését. A hetedik kiemelt belga. Párletti következik. És egy százassal nyitja ezt a partit. Kilencvenöt a válasz. Hatvannal folytatja Párletti. Száz nyolcvan! Sokat nem kellett rá várnunk. 60. És ezzel a 180-nal már is kényelmesebb helyzetben a belga hátsó pályán. Úgy pláne, hogy dob rá egy 140-et, már is 100 alatt 86 ponton. De itt a válasz, 180! És dupla 16-tal ki is száll Bétensz 86 pontról. Megvan a break tehát, és villámgyorsan kezdhet is az első szett megnyerésért a belga. 100 pont fölött az átlaga.
nem sokkal, és nem sokat játszottak még, de azért ez így is elismerésre méltó. Százas a válasz. Század dob Bétensz is. Szektorhiba megint. Szép a tripla 20 korrigálásként. Százas dob Bétensz, 164. Az kiszálló. És megint szektorhiba Párlettinél. És addig nagyon jó, ameddig tud korrigálni, de elég belegondolni, mi lenne, hogyha el tudná hagyni ezeket a szektorhibákat. Nem fog kiszállni Bétensz, ez egészen biztos, de nincs is rákényszerítve, hiszen 191-en van Párletti. És megint dob egy egyest az angol. Már szegény kínjában csak mosolyogni tud az eseten. Aztán egy ötös. Majd egy tripla 15-tel valamit azért visszahoz. Nézzük a 104-et. Megvan a tripla 20. És a dupla 12 kicsivel fölé. Marad a 24. 140. Párletti feladata. De megint egy ötössel kezd. Majd dob még egyet. Hát valószínűleg ezt a leget is dobnia kell az angolnak. Két nyíl. Három nyíl pontosabban a dupla 12-re. Most már csak egy. És nem dobja be három nyílból. Andy Bétensz visszaadja a lehetőséget Párlettinek. 110-en áll az angol. És megint egyessel kezd. Hol egyessel, hol ötössel. Majd jön egy tripla 7, egy jelentősen nem húzza ki a csávából ez a dupla, tripla 20-annál inkább. És megcsinálja a dupla 12-t Bétensz. Vért izzadt ezért a breakért, de csak hozta. A második legben a saját kezdését maga biztosan hozta az elsőben, itt egy kicsit nyögvenyelősen a harmadikban, de összességében 3-0-val hozza a szettet, és ezzel ő kerül előnybe Dave Parletti ellen. 92 pontos átlaggal zárta ezt a szettet Andy Bétensz. Parletti 80 pont alatt, 79-nél valamivel több pontnál ragadt. Reklám, és jövünk vissza a második szettel. Egy szettet követően tehát a hetedik kiemelt Andy Bétensz vezet Dave Parletti ellen. Kétszer hozta a saját kezdését, a középsőlegben pedig brékelni tudta az angol ellenfelét, így alakult ki a pillanatnyi állás, a Lakeside klubban pedig, ahogy látom, alakul szépen a hangulat. Egyre többen üldögélnek ott az asztaloknál, és figyelik a mérkőzéseket. Az esti programban majd 5 találkozót rendeznek meg terveink szerint, nagyon reméljük, hogy ma este már nem lesz semmilyen technikai akadálya. Dave Parletti kezdi a második szett első legét. 45. És varázsütésre nem szokott le a szektorhibákról az angol. Itt eltalálta az ötöst. Most Bétensz is felzárkózik hozzá. 55 ponttal nyitja a belga a leget. Ott van pont. Már sokkal jobban néz ki, 95 pont. Itt az átlagok, jelentős 15 pontos különbség a belga javára. 45. Százas. A
hátsó pályán van egy 100 pontos előnye Vétensznek. És nem tud zárkózni most Párletti. Még a tollát is elveszíti az egyik nyilának, szegény embert az ág is húzza. Hát még így. 140. 111 a maradék. Nem akar összeállni ez Párlettinek. Ú, szegény. 27 pont mindössze. És Vétensz is eltalálgatja az ötös vagy az egyes szektor, de utána rögtön jön egy tripla 20. Ugyanez nem mondható el egyelőre Párlettiről. Na most talán tud egy jó kört produkálni, de lehet, hogy késő. 183 marad, az nem kiszálló, Vétensznek egy dupla 20 kell. Meg is csinálja második nyírra rögtön. Lendületből elveszi a kezdését az angolnak. Már is nála tehát a helyzeti előny. És egy 140-nel bele is kezd a legbe, úgy pedig egy nagyon komoly statisztikai számítás. Hagyományos papír alapon. Jön a tripla lent. 96 pont. Vétensznek talán az okozhat nehézséget, így látva Párletti jelenlegi dobóformáját, hogy annak ellenére, hogy az ellenfél nem kényszeríti rá, mégis megpróbálja fenntartani a jó dobóformáját. Kipattan a nyíl, így is 114 a dobás. És ez egyelőre sikerül is a belgának. Jelentősebb problémák nélkül. 151-re próbálkozhat. Megvan a tripla 20, tripla 17. És a dupla 20. Nem sok híja volt. De belefér neki, hiszen 2-19-e van Párletti. És megint ugyanaz, mint az előzőlegben, most jön egy jó kör 99 ponttal, de ez valószínű késő. Dupla 20, dupla 10, dupla 5, nem tudja megcsinálni. 120-at viszont meg kellene valahogy oldani a Párlettinek. A tripla 20 megvan, 20 dupla 20, ez sok lett. Dupla 10 következik. Nincs meg. 10 pont a maradék. Mint ahogy Vétensznek is. Egyre közelebb. Az viszont a 12-esben landol. Na Párletti visszakapja a lehetőséget. Dupla 5-re van 3 nyila. Kerekítenie kell. Dupla 1. Nincs meg. Jöhet megint a tízesre. És végül megcsinálja nehezen is, de hozza a kezdését. Majdnem kis ilyen eljutottunk egy olyan már-már abszurdnak tűnő kiszálló parádéba, párbajba, mint amit a Dita Headman Tori Q-is találkozóját láthattunk. De azért végül is elejét vették a játékosok ennek. 121-jel kezd Párletti. És rádobott! 180! Kifelé állt a második nyíl tolla, de rádobott Vétensz, és mennyire igaza volt. A negyedik rossz helyen. De jön a tripla lent, 97 pont, nagyon szép. Az előzőhöz képest most azért
néhány körre legalábbis javul Parletti dobóformája, Bétensz viszont fent tudja tartani a jelek szerint egyenletesen a mutatóit. És ez igazán szép teljesítmény akkor, amikor erre az ellenfél által nincs rákényszerítve. 92-re rakja le magát egy 132-es dobással. 81 a dobás. A 20-as megvan. Tripla 12. Nem tud kiszállni Andy Bétensz. 152, nagy bravúr lenne Parlettitől, de kellene neki. Máskülönben elmehet a második szett is. 60 pontot dob, dupla 9-re van három nyila Andy Bétensznek. Megcsinálja. Tükör sima teljesítmény a belgától, 2-0-ra vezet. Negyvennel nyitja a harmadik szettet. Egyelőre itt maximálisan érvényesül, hogy kietteik közül ki a kiemelt. Ráadásul elég magas a kiemelése Bétensznek, ez még inkább növeli Parletti problémáinak a számát. És egyelőre kiemelés szintjéhez megfelelően is játszik a belga. 90 pont környékén lavírozik az átlaga, Parletti 75 ponton. Szép a 140. Kellene valami, ami egy kicsit visszaadja a kedvét is az angolnak, láthatóan teljesen maga alatt van. Úgyhogy ez a kevés remény is elúszni látszik, szurkolóikban pedig nincs hiány, úgyhogy ebbe kapaszkodhatna. 83 pontot dob. Most azért jobban áll Parletti hátsó pályán. Nyerne végre egy leget, és azt break-kel tudná megtenni, azt talán kicsit kiráncigálná a gödörből. Jön a tripla a végén. 84-jel bejön 100 alá, 94 a maradék. Bétensz nagyon magasan. És nem jön a tripla. 60 a dob. Épp hogy bejön 200 alá. Itt az esély Parlettinek. Megvan a tripla 18 és a dupla 20. Dupla 10. Lesz még nyila, tehát nem kötelező megoldania, nem is tudja. 10 pont marad. Rázza is most a fejét Bétensz, de azért a végén csak jön egy tripla. 94 a maradék, dupla 5-re 3 nyíl Dave Parlettinek. Megcsinálja! Megnyeri az első leget a találkozón Parletti. Ráadásul break-el. Úgyhogy két dolog is, amiben kapaszkodhat, hogy nyíltá tegye ezt a találkozót. Ő kezdi a következő leget. Hatvan ponttal indul. És egy triplát azért mindig talál, vagy legalábbis az esetek döntő többségében talál Bétensz. Százas. It's a town in Belgium. Száz negyven. Azért elnézve a belga arcát, nem sok jót ígér ez az állás Parlettinek. Iparkodnia kell az angolnak. Nagyon elszánt Bétensz. 140. Nejön 136-ra.
Párletti visszatér az ötöshöz. 85 a dobás, mindketten kiszállón. Megvan a tripla 20, kellene még egy. Az nincs meg. 100-assal 36-ra kerekít, 156. Nagy feladat Párletti előtt. Tripla 20 megvan. A második is, és a dupla 18. Megcsinálja a 156-os kiszállót Dave Párletti. Sikerül az első leget megnyerje, brékel, és most megcsinál saját kezdése mögött egy 150 pluszos kiszállót. Hát ennél több minden nem kell kapaszkodó ahhoz, hogy nyílt legyen a mérkőzés. 180! Béten sem hagyja annyiban. Kucsút veszünk a kis sárga mezőben a 9-estől. Így 134 a dobás. Az első 100 alatti kör. Ebben a legben. Nagyon szép, 133-mal 54. A maradék Batensnek három kör alatt lefogyasztotta a pontérték jelentős részét. Párletti magasan marad. Megvan a 14, dupla 20. Nincs meg, két nyila is volt rá. 12 nyilas lehetett volna. Nagyon gyenge 45-ös, 40-es kör, bocsánat. Dupla 20. Dupla 10. Megcsinálja Batens. Hozza tehát a kezdését először a harmadik szetben a belga. Párletti viszont kezdhet a szet megnyeréséért. 83. És iparkodnia kell, mert Batens egészen biztosan breaklegben gondolkodik. Tesz is ezért. 100-as. Ez kell Párlettitől. Ahhoz, hogy nyílt legyen a mérkőzés, abból pedig az következik, hogy jó dobásokat láthatunk. Százas. Kilencvenhat a dobás. Párletti fog először kiszállóra kerülni. Kérdés, hogy mekkora lesz az a kiszálló. Eltalálja megint az egyest, meg az ötöst is. 66 pont. Batens is beletalál az ötösbe. Na nézzük, Párletti a szettért a 112-t. Megint ötössel kezd, nem fog tudni kiszállni, de szerencsére Batens még 200 fölött. 32. Két tripla megvan, 140. Ez így már sokkal jobban néz ki, 76 a maradék. 80-ra jöhet Párletti. És megint ötössel kezd. Már ő sem hiszi el. És kellene neki egy bull. Nem találja el, nagyon messze járt tőle. 76-ra jött Batens a breakért. Elvéti a kiszállót. 35-öt dob, 41 a maradék. 48-ra jön Párletti.
Dupla 8. Megcsinálja! Óriási változás a mérkőzésben, hiszen Dave Paletti megnyeri a harmadik szettet. És így szépít a játszmák terén. 2-1-re továbbra is Andy Bétens vezet. Jó hír azonban, hogy Dave Paletti fejlődő tendenciát mutat. A képen tehát a lényeg, Andy Bétens 2-1-re vezet Dave Paletti ellen. A WDF Darts világbajnokság 5. versenynapján a legjobb 32 között, a belga a 7. kiemelt, az angol játékos pedig kiemelés nélkül szerepel, ő tehát már tábla elé lépett a tornán, méghozzá az első körben Sean McDonald, egy skót játékos sikerült vesztett állásból legyőznie, úgyhogy ebben a tekintetben is van már tapasztalata az angolnak. Valami probléma adódott, nagyon úgy tűnik. Igen, a közvetítő vonalban lehet hiba. De szerencsére ez sokkal rövidebb időtartamú probléma volt, mint a tegnapi. Paletti kezdi a negyedik szett első legét. 100. És egy százassal nyitja. Kilencvenhét a válasz. Száznegyven. Speaker sem volt benne biztos, meg kellett néznie tüzetesen, de valóban 140-et dobott a Andy Bétens. Százhuszonegy. Így már előnyben, hátsó pályán Bétens, nem sokkal, de jobban áll. Mikrofonnal van úgy tűnik probléma, speakernél lévő mikrofonnal, de nem kell újra megszakítani a játékot. 96. Nem fog tudni kiszállni. Nézzük 139-re, Paletti. Azt már nem fogja tudni megoldani. 42-vel bejön 100 alá, 104-re jöhet Andy Bétens. Nem fog tudni már kiszállni. 14-es következik. 40 marad. 97-re jön Paletti, akinek most már mosolyogni is van kedve. Mennyit változott a világ most így néhány perc alatt vele? Megvan a tripla 18, és a dupla 12 nincs meg. Dupla 20-ra jöhet Bétens, és break-kel nyithatja ezt a szettet. Közel jár. De nem dobja meg. Dupla 6-ra van. 3 nyila Dave Palettinek. Elsőre megcsinálja. Lendületben marad. Az angol. És hozza a brékleget. Pontosabb a saját kezdését, bocsánat. One hundred.
Százas a válasz a 180-ra. Negyedik is jó helyen. Az ötödik. És a hatodik. 180! Kilenc nyílt. 59. Az egekben maradt Párletti. 82-re élt Bétenz. És kiszáll, dupla 16-tal megoldja. Közel volt a 9 nyilashoz is. És végül hozza a kezdését. Kilencvenöttel nyitja most Bétenz a leget hátsó pályán. És jönnek a triplák. 140. Hatvan pont. Nagyon szép, 137, már is kiszállón. Andy Bétenz. Ugyanez egyelőre nem mondható el Párlettiről. Megvan a tripla 19, tripla 16 következik. Kap kerekít. 78-at dob, 51 a maradék. Nem tud jelentősen lejjebb jönni Párletti. És a dupla 16 megcsinálja. 2-1-re vezet Andy Bétenz. Egyetlen legre kerül a továbbjutástól a belga. És ezt a leget, ezt a kezdéséből oldhatja meg. 45. 66. Kiesett a ritmusból Párletti, nagyon úgy tűnik. Bétenz viszont 95-öt dob. 65. Jön a tripla, és jön még egy, 140, így azért lépést tud tartani hátsó pályán Párletti. 100. De amíg százas jön Andy Bétenztől, addig nem sokat ér Párletti remeklése, pillanatnyi remeklése. 60 pont. 57. Tripla 17-re próbált váltani, de nem jött a tripla. Eljön így is 200 pont alá Andy Bétenz. 26 pont mindössze. Közel kerül a győzelemhez a belga. Pláne, hogyha triplája is van. És kettő van neki, 140. 54 a maradék.
Az utolsó szalmaszába próbál meg kapaszkodni ezzel a 140-nel Párletti, egy pici nyomást oda helyez, de a Bétenz kezében a győzelem. A 14 megvan, és a dupla 20 megvan, az első meccsnyilat érvényesíti, értékesíti Andy Bétenz. És ezzel a harmadik szett megingását követően megnyeri 3-1-re a mérkőzést, és ott van a következő körben érvényesítve a kiemelésből fakadó előnyt és a papírformát, az ellenfele pedig vagy Scott Marsh, vagy pedig James Richardson lesz. Az, hogy egyik vagy másik játékos, az az esti program első mérkőzésén fog kiderülni, akkor ugyanis ők lépnek majd tábla elé. Láttunk négy darab összesen 180-at, láttunk egy bravúros 156-os kiszállót Párlettitől, és egy nagy feltámadást az angoltól a harmadik szetben, de ez csak a mérkőzés meghosszabbítására volt elegendő. Belga továbbjutás tehát